Évek óta a Diótörő című mesebalettel hangolódik az ünnepekre a Varga Balett táncműhely. Nem volt ez másként tavaly sem. A Hagymaház színpadán kétszer is bemutatták Csajkovszkij egyik legismertebb darabját. A művészeti vezető azonban minden évben törekszik arra, hogy valamiben megújítsa a darabot azért, hogy a nézők új formájában lássák a produkciót. Nagyon igyekeztünk látványvilágban módosítani az eddig látottakat, ezért próbáltunk most már díszletben gondolkodni, új kellékekben, új jelmezekben, és megújult koreográfiával próbáltunk színesíteni az előadásunkat. A Diótörőben 200 táncos vett részt, a Varga Balett táncműhely makói, szegedi és hódmezővásárhelyi növendékei, de visszaérkeztek azok a balettművészek is, akik egykoron Varga József keze alatt sajátították el a balett alapjait. A többiek mellett a Szegedi Nemzeti Színház táncművészei is a makói produkciót színesítették. Visszahívtuk Jóle a napsugárt, aki a Spitzbabát táncolta el, amit Drosselmeier bácsi hozott ugye a vendéggyerekeknek ajándékba. A Táncművészeti Főiskoláról visszajött Deák Kristóf, aki egy katona szerepben mutatkozott be. A szülőszerepeket próbáltuk felnőttekre leosztani, és a Szegedi Nemzeti Színház táncművészeit hívtuk meg erre az eseményre. És nagyon fontos volt ugye a két főszereplő, Marika és Diótörő, Mária hercegnő és Diótörő herceg, és a két felnőtt szereplőre visszahívtuk Szűcs Boglárkát, aki még valamikor réges-régen itt kezdett el megismerkedni ezzel a műfajjal, és megszerette, elvégezte a Táncművészeti Főiskolát. A Miskolci Balettől hívtuk vissza, és az ő párját hívtuk meg. A Varga József által színpadra álmodott koreográfiát a Makói Városi Televízió kamerái teljes egészében rögzítették. A darabot jövő héten tűzzük műsorunkra.